talán az egyik legnépszerűbb sportág Dombováron a futball. De melyik kisfiú ne szeretne focizni? A Dombovári Focisuli Egyesület megfelelő szakmai alapot nyújt a feltörekvő kisportolóknak. A Focisuli Egyesületünknek van egy kis múltja, ami 2007-ben alakult, egy kis történetet szeretnék elmondani, ami 1996-ban indult, amikor Bus László és Olasz Jani bácsi vezetésével elkezdtünk egy toborzást, hogy a dombovári utánpótlást tudjunk kialakítani, és onnantól kezdve beszélhetünk itt a dombovári utánpótlás nevelésről, amit korosztályos nevelésnek is lehet nevezni. A Focisuli Egyesületünk az 2007-ben alakult, amiről tudni kell, hogy 5 év után teljesen új alapokra helyeztük, amiből szakmai munkát szerettük volna előre helyezni, és onnantól kezdve indul úgymond a szakmai munkánknak az értékelése, amivel elég sok sikert tudhatunk ezekben az időkben. Ebben az időszakban, tehát 2015-16-os évünk volt egy legsikeresebb évünk, amikor ebben az időszakban a korosztályunk, uzés korosztályunk több nemzetközi tornán részt vett, amiket sikerrel befejeztünk, és 2015-ben tudtunk csatlakozni egy új sportághoz, a futszálhoz, amit teremben játsszák a labdarúgók. Ott megtudtuk, és ennek apropóján mindjárt az első évben a csapatunk országos harmadik helyen végzett, és rá egy évre pedig országos bajnokként tudta a Dombovár csapata. Tárnok Zoltán 2012 óta vezeti az Egyesületet. Tevékenykedése kezdetén a hiányos korcsoportokba gyerekeket toborzott. Mára elmondható, hogy az U7-es korosztálytól egészen az U19-es korosztályig, sőt a futszát beleveszi, akkor U20-as korosztályig az összes utánpótlás korcsoport megtalálható nálunk. Legbüszkébbek a Bozsik programban elfoglalt pozíciónkra vagyunk. Néhány évvel ezelőtt kivívtuk, hogy a Dombovár is Bozsik központ legyen. Ezt azóta tovább tudtuk a tavalyi évben bővíteni azzal, hogy az intézményi csoportot is létrehoztuk Dombováron. Ennek mondhatni 13 éves korig nagyon nagy sikere van. 13 éves korra az akadémiák, meg a magyar labdarúgásban az akadémia rendszer úgy alakult, hogy addigra már kiválogatják a tehetséges játékosainkat. Tavalyi évben 8 játékosunk távozott akadémiai csapatokba, Kaposvár, Pécs, és van játékosunk például a Puskás Akadémiába is. Az Egyesület vezetője kiemelte, hogy a környékbeli települések óvodáival, iskoláival nagyon jó kapcsolatot ápolnak. A vidéki gyerekek a focisuli edzéseire is be tudnak utazni. Elmondható, hogy több mint 140 gyermekünk van, és igazából egy érdekes szám, hogy több mint 200 versenyengedélyünk van. Ez abból adódik, hogy ugye a labdarúgás mellett a futszál szakákban is tevékenykedünk, ahol ugye országos első helyet is több mint 200 csapat közül sikerült az U11-es korosztályunknak elérnie, ez nagy dicsőségünk volt. Tehát itt a szakmai területen ez ami igazából említésre méltó. A kifejezetten labdarúgás szakákban ott a megyei szinten érünk el komolyabb eredményeket, szinte mindig dobogón vagyunk, és a legtöbb korosztály mindig az első helyért küzd. Az idei évben ugye a vírus helyzet miatt egy darabig bizonytalanságban voltunk, mert a legtöbb sportággal ellentétben a labdarúgásnál elég sokáig kivártak, hogy mi lesz a szezonnal. Nagyon bíztunk benne, hogy lehet folytatás, ha a Magyar Labdarúgó Szövetség adatbankjára fellátogat valaki, akkor láthatja, hogy az összes tornamegyei bajnokságban, illetve a futszál bajnokságokban a dobogó közeli helyen voltunk, sőt a legtöbb csapatunk az első helyről várta volna a tavaszi folytatást. A gyerekek és az edzők nagy örömére a szabadtéri edzések elkezdődhettek. A júniusra tervek szerint végig fogják edzeni. Az Egyesület nem szégyenkezhet az utóbbi idők sikereit tekintve. Ha szakmailag nézem, akkor a futszál országos bajnoki cím volt a legnagyobb siker, de ez mellett én még néhány dolgot elmondanék. Az, hogy a Bozsik központot ki tudtuk vívni, illetve az intézményi csoportot ki tudtuk hozni, szerintem az a legnagyobb erősségünk, mert a helyén kezeljük mi azt, hogy milyen egyesület vagyunk, tehát mi tulajdonképpen utánpótlás neveléssel foglalkozunk, és a tehetségeket ugye próbáljuk mi fölfele áramoltatni az akadémiáknak, és ez miatt az, hogy mi központ, illetve intézményi központ lehettünk, ez szerintem a legnagyobb erősségünk, és ez mellett mindenképpen megemlíteném a társadalmi szerepvállalásunkat, mert mondhatnom, hogy talán egyedüliként a TAO rendszerben mi megpróbáltunk egy olyan irányba is elmenni, hogy nem csak a saját kis infrastruktúránkat fejlesztettünk, hanem nagyon komoly
együttműködés sikerült a helyi iskolákkal és intézményekkel létrehozni. Ennek gyümölcseként műfüves pályát tudtunk építeni tavalyi évben a Szent Orsolya iskola központban, a Hemi sportcsarnokában teljes felújítást, tehát a játéktér, illetve az öltözők felújítását is a focisuli valósította meg, és a tavalyi évben a József Attila iskolában is öltöző felújítást tudtunk a focisuli jóvoltából véghez vinni. Azt gondolom, ez nagyon komoly eredmény abban a szempontból, hogy ezt nem csak a labdarúgók tudják használni, hanem a mindennapos iskolai rendszerben a gyerekek ott szintén élvezik ennek a gyümölcsét. A fiatal labdarúgók a Dombóvári Ifjúsági Sportcentrumban 4 edző, 6 segédedző és testnevelési főiskolát végző ambíciózus trénerek segítségével fejleszthetik tudásukat. 2020-as évben az Egyesület visszakapta ezt a telephelyet, ahol most vagyunk, ugye ezt most DIS-nek hívják, Dombóvári Ifjúsági Sportcentrum, ezt mindenki csak úgy ismeri a városban, hogy a DFC sportpálya. Ezt 2015-ben az önkormányzat magához ragadta, amitől azt vártuk, hogy az mennyire jó lesz, hogy az önkormányzat a saját tulajdonát majd fenntartja. Hát sajnos elég zord állapotban kaptuk vissza most a 20-as év elején az új városvezetéstől, és tulajdonképpen ezt a veszélyzetet arra használtuk ki, hogy a lehetőségeinket arra összpontosítsuk, hogy itt a pályát, illetve a pálya környékét elkezdjük rendbe tenni. Értem ez alatt, hogy a pálya talaja egy teljes reformon ment keresztül, műtrágyázás, szellőztetés, felülvetés, nagyon nagy érdem volt, közel 1 millió forintos beruházás, az, hogy a vízhálózat, a kútnak a renoválását megtettük, ezáltal ugye a pálya locsolása és a kellő nedvessége történő ellátása az most már megoldódott. Ezen kívül a következő lépcsőkörön már elkezdtük ugye a pálya környékének a rendbetételét, új padok a lelátó, illetve a lelátó környékén fognak megépítésre kerülni, és elvileg a tudomásunk szerint az új városvezetésnek az a célja, hogy a felnőtt labdarúgás is ugye ide visszakerüljön. Ez még majd a jövő zenéje lesz, ehhez még beadott pályázataink vannak az itt lévő öltözőknek, a vizes blokkjainak a felújításához, az szükséges ahhoz, hogy méltó körülmények alakuljanak ki. Az Egyesület nem csak az edzésekre hegyezi ki a tevékenységét, hanem élményeket is ad. Nem egy külföldi utazás és meccslátogatás van már a hátuk mögött, ahol a gyerekek életre szóló pillanatokat szereztek.